Nagy szeretettel és izgalommal köszöntöm nézőinket advent negyedik vasárnapján, és Isten igéjét Pál első levele a Korintusiakhoz 13. fejezet 10. versétől fogom olvasni. Így hangzik. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három, ezek közül pedig Legnagyobb a szeretet. Imádkozzunk. Köszönöm, Úr Jézus, azt, hogy benned van az én életem, a benned van az én hitem, a reménységem, a, a szeretet, amivel te szeretsz, abból van az én örömöm. És Köszönjük, hogy mindenki, aki hisz benned, ugyanezt el tudja mondani. Amen. Advent, negyedik vasárnapja van, mind a négy adventi gyertya ég. Ilyenkor Jézus Krisztus visszajöveteli lét várjuk adventkor, az eljövetel, mert a mi hiteink és meggyőződésünk szerint nem csak mint pici baba jött el, hanem amikor meghalt és feltámadt a názereti Jézus, és aztán mennybe ment, akkor megígérte, hogy helyet készít az atyánál, és majd vissza fog jönni dicsőségben. Az adventi időszaké ezt jelenti számunkra. Ugyanakkor ilyenkor már a negyedik vasárnapján, már a karácsonyra is oda szoktunk figyelni, már a karácsonyi készülődése, ez, ez gyakorlatilag a fókuszba kerül főleg, hogyha valakinek gyermeke van, akkor sokszor kell beszélni a gyerekekkel nálunk is, hogy, hogy, várjanak még az ajándékra, legyenek türelmesek. Mert ilyenkor már, már az ünnepnek a fényei, azok, azok egyre, egyre jobban világítanak. De bármilyen ünnepet is ülünk, bármilyen ö, ö, impulzusok érnek minket, fontos az, hogy ne felejtsük el, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Ma az adventi gyertyákról szeretnék egy kicsit beszélni. A négy adventi gyertyának van négy jelentése, és ezeken a jelentéseken keresztül szeretnék egy kicsit a hitünkről beszélni. Az első gyertya a hitnek a gyertyája. A hitnek a gyertyája, amikor, amikor hittel hallgatjuk Isten igéjét, akkor, akkor, egy új életünk lesz, mert hitáltal van az üdvösségünk. És szeretnék egy kicsit a hitről beszélni. Milyen érdekes lehetett József, Jézus Krisztusnak a nevelő apjáról beszélek, amikor látja, hogy Mária az ő jegyese, áldott állapotban van, gömbölyödik, és, és amikor számon kéri Máriát, akkor azt hallja Máriától, hogy hát az Istentől való ez, és hogy egy angyal jött, és azt mondta, hogy szüzen fog foganni. Én szerintem József nagyon mérges lehetett, emberileg ez lehetetlen, tudjuk, és ez, ez, ez a csoda kategória, mert ilyen még előtte, meg azután sem történt. És biztos vagyok benne, hogy József nagyon mérges lehetett, nagyon, nagyon szomorú lehetett, és mit csinált József? Hazamegy, lehiggad, és amikor lehiggad, akkor hozta meg a döntését, hogy titokba bocsátja el Máriát, mert ezért Máriának hogy hogyha ha kiállítja a nép elé, akkor az életével kellett volna fizetni, mert nem mosta volna le magáról Mária, hogy, hogy ő megcsalta Józsefet. Ezzel szemben József azért tudott jó és bölcs döntést hozni, mert az Isten előtt lehiggadt, elcsendesedett, és, és a lelkismerete szerint hozta meg a döntést. És ekkor az álmában megszólítja őt az Isten angyala, és meg elmondja Isten angyala neki, hogy igen, amit mond Mária az igaz, Istentől való a gyermek, és ő vegye el, és amikor fölébred, akkor megteszi, amit az angyal mondott neki álmába. Ez a hit gyertyája, mondom. És mi benne ebbe a hit? Mert meg, meghallotta, hogy mit mond neki az Isten, és azután megtette. Ha meghallgatta volna, hogy mit mond neki az, az úr angyala, és ő élt volna ugyanúgy, ahogyan eddig, és ahogyan ő eltervezte, úgy kezdett volna cselekedni, az nem hit. De amikor megszólítja Isten őt, és az úr angyalán keresztül az Isten megérinti, és ő rááll Istennek a szavára, és változtat, na ez a hit. Amikor én még annak idején éltem az életemet, és egy nem keresztény családban születtem, ittam, drogoztam, egy rockzenekar énekese voltam, hozzám is sok minden eljutott, de mindig azt csináltam, amit én akartam. De amikor megszólított az Isten igéje, és, és, megértettem, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangom és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Ha megértettem, hogy Jézus Krisztus az életem ajtaján zörget. És csak annyit kell tennem, hogy elhiggyem, és megkérjem, hogy jöjjön az életembe, mikor egy rövid imádsággal azt mondtam, hogy Úr Jézus, gyere be kérlek a szívembe, innentől kezdve megváltozott az életem, és innentől kezdve hit által élem az életemet. Amit olvasok a Bibliába, amit felismerek, hogy Isten szól hozzám, az szerint változtatom meg a gondolkodásomat és a cselekedeteimet hiszem, hogy a Szentlélek ebben munkálkodik, és a Szentlélek vezet erre, de a hit az, az, abban mutatkozik meg, hogy mit teszel, mert ha hiszed, teszed. És ezért is tudjuk mondani, hogy hitáltal van üdvösségünk. Jézus Krisztusban való hitáltal, és nem cselekedetekért. Mert elhisszük Jézus Krisztusnak, amit mond, és, és ez a hit a cselekedeteinkre is hatással van. És a hídgyertyája ezt, ezt mondja el számomra, hogy, hogy, hogy hitáltal által van üdvösségünk, nem cselekedetekből. A cselekedetek azok olyanok, mint a visszajelző műszerek az autóba. Látom azt, hogy mennyivel megyek. Ha 130-at mutat, akkor látom azt, hogy, hogy az autópályán megfelelő a sebességem. De hogyha ezt az országúton teszem, és 130-at mutatna a visszajelző műszer, akkor lassítanom kellene. Ugyanígy van a mi életünkben, hogy a cselekedeteink nem visznek a mennyországba, hanem az visszajelzi, hogy jó úton járok-e. És maga Jézus mondta, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Szóval az első dolgunk az legyen, hogy megkérjük Jézus Krisztus, hogy jöjjön az életünkbe, és a hitünket vessük belé. A második gyertya a remény gyertyája. A reménnyel kapcsolatosan tudjuk azt, hogy hát az egy olyan megfoghatatlan dolog a remény, hogy, hogy amikor beszélünk, akkor olyan kevésnek tűnik a, a remény, és csináltak egy egy kísérletet. Egy kádba, egy nagy medencébe nagyon sok patkányt bele raktak. És addig úsztatták őket, míg bele nem fulladtak a medencébe. És ha az emlékeim nem csalnak, olyan két óráig, két óra körül bírták ezek a patkányok, és belefulladtak. De az utolsót, mielőtt belefulladt volna, kivették, Megtörölgették, és, és kicsit úgy megszárították, aztán visszaengedték ezt a patkányt a vízbe. Majdnem egy napig bírta tovább a, a, a vízbe, mire megfulladt. És innen látszik, hogy amikor már ennek az állatnak ott volt a fejébe, hogy engem, megmentettek, én, 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 túléltem, akkor ez a remény, ez tovább vitte ezt a patkányt, hogy, hogy tovább küzdjön. A reménység az embereknél is a mozgató Azért kelünk fel reggel, mert valamiben reménykedünk. Aki, akiben nincsen semmiféle reménység depresszióban, ő éli az életét, annak nincs kedve felkelni, nincsen ereje, hogy, hogy a mindennapokat megharcolja, valamiben reménykedsz te is, valamiben reménykedek én is. De egy keresztény ember nem valamiben reménykedik, hanem valakiben. Mert Jézus Krisztus szavában hiszünk, és abban reménykedünk, hogy, hogy ő, amit mondott, arra lehet építeni a Bibliában magára Jézus Krisztusra néző proféciák 2000 már beteljesedett. És vannak olyan proféciák, amik még nem teljesedtek be. Amik beteljesedtek, mint például, ha már karácsony fényeit látjuk lelki szemeinkkel, akkor Az, hogy meg lehet profétálni, hogy eljön a messiás eljött pici babaként. A proféta azt mondja Isten igényében, hogy íme a szűz fogan méhében, és fiúszül És ez is szó szerint beteljesedett. És ez a jel, mert ha ez mindennapos lenne, akkor ez nem lenne jel. De ez egy jel, hogy eljött a messiás. És gyakorlatilag 2000 ilyen mondat, ami Jézus Krisztusra vonatkozott, az mind beteljesedett. Mi az, ami még nem teljesedett be? Például az nem teljesedett be, hogy ő visszatér a dicsőségben, és megítéli az élőket és a holtakat. A második visszajövetel még nem teljesedett be. Az első eljövetel már beteljesedett. Nagy dolog, hogy az ember a holdra lépett, de még nagyobb dolog, hogy az Isten a földre lépett, és földre eljött emberként. És beteljesedett, hogy meghalt a bűneinkért, a Golgotán, a kereszten, húsvétkor ezt ünnepeljük, beteljesedett az, hogy ő feltámadt, beteljesedett az, hogy a mennybe ment, beteljesedett az is, hogy elküldte a szent lelket, az még nem teljesedett be, hogy visszajön. De a reménységünk alapja az. És az Advent erről szól az evangéliumi keresztjének számára, hogy visszajön és találkozni fogunk vele, és mi már rendezett kapcsolattal örömmel fogunk vele találkozni. Számunkra ez egy öröm hír, hogy Jézus visszajön. Aki meg nem hisz Jézus Krisztusba, és rendezetlen a kapcsolata, a Biblia leírja, hogy mit fognak majd mondani azok az emberek, akik majd meglátják ezt a nagy dicsőséget. Ó, hegyek, esetek ránk, el akarnak bújni, de Isten előtt nem tudsz elbújni. De a hívő ember, aki hisz Jézus Krisztussal, ba, aki elrendezte az életét Jézus Krisztussal, megkért, hogy jöjjön az életébe, annak az embernek ott van a reménység. És ez minden napra ad reménységet, hogy hittel és reménységgel harcoljuk meg a mindennapjainkat. Így vesszük elő a Bibliánkat, olvassuk, és ezt a reménységet táplálja a Biblia olvasásunk, hogy, hogy egyre jobban megerősödünk, hogy, hogy, ez nem egy hiú reménység, hanem ez egy valóságos reménység. Mert az életünkben különböző gyümölcsöket fog hozni ez a, ez a hit és ez a reménység, amit Jézus Krisztusban találtunk. Aztán a harmadik gyertya az öröm gyertyája. Ezt általában más színnel is szokták jelezni. Az öröm gyertyája most gondoljunk bele, hogy milyen az, amikor megtapasztalta József, és megtapasztalta Mária az Istentől kapott üzenetnek a beteljesedését. Az az igazi öröm, mert már csak az, hogy Józsefnek megprofétálja az angyal, hogy fiút fog szülni Mária, és tényleg fiút szült. Máriának Mondja az angyal, hogy, hogy fogan méhébe, fiút szül, és amikor megszületik Jézus, akkor ránéznek Jézusra, ott az istálóban, és, és teli lesz a szívük örömmel, hogy amit az Isten ígért, az be is tudja teljesíteni. Ő nem csak ígérget, mert vannak olyan emberek, akik mondanak mindenfélét, Ő ígérnek sok mindent, de Isten nem csak ígér, hanem be is tudja teljesíteni. És hogyha hittel nézünk Jézusra, és beteljesedik az ő ígérete, akkor telve lesz a szívünk örömmel. És milyen érdekes, hogy a az Krisztusban való öröm, az nem a körülményeket nézte. Mert én gondolkozhatott volna Mária, hogy hát jászolba fekszik a kisgyermek, Hát, hogy egy ilyen minimum a messiásnak palotába kellett volna születnie, és a jászolból tudjuk, hogy állatok ettek. Milyen dolog ez már, hogy, hogy ilyen nyomorban, ilyen, 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 kifejezetten nehéz körülmények között kell megszülnie az világmindenség megváltóját. Én amikor olyanokat hallok, hogy hú, ez milyen szép történet, akkor arra szoktam gondolni, hogy én nem örültem volna ha a feleségem, istálóba szül. Olyan leszokták így írni ezt, vagy festeni, hogy a bocika rálehel a kisdedre, Hát én nem örülnék neki, hogy nem örültem volna neki, hogy az én gyerekemre a bocika rá lehel, mert a bocika leheletében ott volt a bacika. Úgyhogy gyakorlatilag ez olyan idillien van lefestve, hogy milyen szép történet. Ez egy nagyon komoly hídből való történet. Ugyanakkor fontos, hogy elmondjam, hogy de nem, mégse ezeket a nehézségeket látták se József, se Mária, hanem látták a beteljesedett Isten ígéretet. Te is, hogyha Jézusra nézel, akkor nem a rossz körülményeidet fogod látni, hanem meglátod, hogy az Isten, amit megígért neked, az beteljesíti. Napról napra vezet, és egyre jobban a hitedet erősíteni fogják. Azok az ígéretek, amiket a Bibliában olvasol, és beépül az életedbe, és egyre jobban megerősödsz hitáltal. És az utolsó gyertya a szeretet gyertyája. A szeretet gyertyáját én a magát a mindenható Istenben látom. Azt mondja Isten igéje János evangélium a harmadik fejezet 16. versébe, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy ebben az egész karácsonyi történetben én az Isten szeretetét látom. Azt látom, hogy az Isten szeretett téged, szeretett engem, és a legjobbat adta. Az egyszülött fiát adta. Én nagyon szeretem a gyerekeimet. Szeretek, ugyanakkor szeretek minden embert. De azt azért el kell mondanom, hogy az én gyerekeimet azért nem adnám oda senkiért se. Az Isten meg a legjobbat. Az egyetlenet. Az egyetlenét adta. És jászolba fektették. Nem palotába jött. És minden, az egész evangélium az ő szeretetéről szól. Az ő szeretete feltétel nélküli. Nem azért szeret téged, mert valamit tettél. És ki, kiharcoltál valamit. Nem azért szeret, mert hogy, hogy vár -e, elvár tőled bármit is. A názáreti Jézus Krisztust adta érted. Ő Isten szeretés pont. Úgy szeret, ahogy vagy. És ha megérted, hogy téged úgy szeret az Isten, ahogy vagy, és ezt befogadod, és megkéred, hogy jöjjön az életedbe, ez a szeretet, ez megváltoztatja az Istenről alkotott véleményedet. Eddig lehet, hogy úgy tekintettél Istenre, mint egy röccakáló öreg úr, aki ha valami rosszat tettél, akkor, akkor rácsap a fejedre egy méterúddal, de amikor megérted, hogy mennyire szeret téged az Isten, akkor rájössz, hogy nem ilyen az Isten. Aztán megváltozik a magaddal való kapcsolatod. Eddig lehet, hogy telve voltál elégedetlenséggel. Alacsony vagyok, magas vagyok, nem csúnya vagyok, pattanásos vagyok. Vannak fiatalok, akik így gondolkodnak. Vannak olyanok, akik más miatt elégedetlenek, de ha az Isten szeretetét befogadod, akkor önmagadat is el tudod fogadni. Mert csodálatosak az Isten alkotásai. Te is csodálatos vagy. Nem csak általánosságban minden alkotása csodálatos, te is csodálatos vagy. És Isten a jó kedvéből, szeretetből teremtett téged. És ha, ha befogadod az Isten szeretetét, akkor ezzel a szeretettel tudsz a körülötted lévő emberek felé viszonyulni. El tudod fogadni a másikat, a szeretetét tudod képviselni, mert az az Isten, aki odadott mindent, és így szeretett téged, ez arra indít, hogy, hogy szeressük az Urat, és szeressük a körülöttünk levő embereket. Milyen érdekes, hogy a karácsony, az ajándékozás, az arról szól, hogy hogy megajándékozzuk a másikat, és nem várunk cserébe semmit jó esetben. Ugyanakkor elsőnek az Isten adta a legdrágábbat. Ő ajándékozott ingyen, kegyelemből a legdrágábbat. Nem tudsz más csinálni, nem tudunk más csinálni, csak ez. Elhisszük, megkérjük, hogy jöjjön Jézus Krisztus a szívünkbe. Elhisszük, hogy meghalt értünk, helyettünk és miattunk, és megkerjük, jöjjön az életünkbe. Elhisszük, hogy amit mond, az igaz. Ott van bennünk a reménység, és naponta ez erőt ad a mindennapokra, hogy, hogy tovább küzdjünk, tovább lépjünk, és ezen az úton járjunk. Bennünk van az öröm, hogy, hogy amit ő megígér, az valóság, és naponta megtapasztaljuk, hogy amiket ígér, az beteljesedik. És így nézzünk az örökké valóságra is, hogy örök életünk van, és ez a szeretet, ez szeretetre indít minket. Hát fogadjuk be Jézus Krisztust, kérjük meg Jézus Krisztust, hogy jöjjön a szívünkbe, hogy formálja át az életünket olyanná, ami ennél akarja, hogy legyünk. Ezért imádkozzunk most. Uram, köszönöm, hogy advent negyedik vasárnapján hallhattunk arról, hogy milyen fontos benned hinni, és köszönjük, hogy befogadhatunk téged a szívünkbe, és hitet ébresztesz bennünk. Köszönjük, hogy ott van be ebbe az adventi vasárnapban a reménység, és reménykedünk, és... Reménységgel nézünk a holnap felé, reménységgel nézünk a jövő felé, reménységgel nézünk az örökkévalóság felé, hogy hiszünk benned, és örök életünk van. És bennünk van az öröm. Telve vagyunk örömmel, hogy, hogy beteljesítetted már olyan sokszor az ígéretedet, és, és bennünk van az öröm, hogy olyan jó, hogy odattad értünk magadat. És köszönjük azt, hogy, hogy a te szereteted szeretetre indít minket feléd, és a körülöttünk élő emberek felé. Ad kérlek, hogy aki még nem fogadott el téged, az most el tudja mondani, hogy Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, és most megnyitom a szívem ajtaját, és befogadlak téged, és kérlek, tegyél olyanná, ami ennél akarod, hogy legyek. Amen. Boldog, békés és áldott karácsonyi ünnepeket kívánok mindannyiunknak. Áldjon meg az Úr minket.